Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm stúdiónkban vendégünket, dr. Helyes Zsuzsannát, a Szentágotai Kutatóközpont megbízott igazgatóját, kutató orvost, aki nemrég akadémiai díjban részesült. Először is ehhez gratulálunk. És akkor szerintem kezdjük onnan, hogy megvan ez a díj, aztán kicsit mögé nézünk munkásságról, egyáltalán hogy került erre a területre, farmakológia, és hát fájdalomcsillapítás, gyulladásos folyamatok, tehát itt csak így címszavakban felvázolom, milyen keretek között fogunk ma beszélgetni, kezdjük a díjjal. Mikor volt az átadás, mi volt az indoklás, indokolják ezt egyáltalán, és aztán rátérünk a munkásságra, jó? Köszönöm szépen, hát hétfőn volt a díjátadás az Akadémia Közgyűlésének az első napján. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az Akadémia elnöksége végül az orvosi osztály javaslatára nekem ítélte ide ezt a díjat. Ez tulajdonképpen az elmúlt 23 éves kutató munkámnak és az utánpótlás nevelésben nyújtott munkámnak, a tudományszervezői tevékenységemnek az eredménye. Ez egy nagyon nagy dolog. Természetesen a díjak az ember életébe egy mérföldkövet jelentenek. Nem azt jelenti, hogy a díjak nélkül az ember nem teljes odaadással és energiával dolgozik, de azért mégis ez egy olyan visszaigazolás, ami még újabb lendületet ad a jövőbeli munkához, és nagyon örülök neki. Tehát egy ilyen pozitív visszacsatolás, hogy tényleg érdemes ezt művelni, és jól csinálja az ember, ez tényleg sokat jelent. Hogy került erre a területre? Tehát ez a neurofarmakológia, ez hogy jött? Én 95-ben végeztem a akkori POT-én, és hát mindig klinikusnak készültem az egyetem alatt, és még utána is jó néhány éven keresztül, de abban az időben én Pécsről nem akartam elmenni semmiképpen, itt engem minden ide köt, én igazi tükepécsi vagyok, és hát nem volt gyerekgyógyászállás, belgyógyászállás sem, és akkor indult a PhD képzés, akkor Szolcsányi János akadémikus úr, professzor úr az én mesterem, volt a doktori tanácsnak az elnöke, és én a PhD felvételén találkoztam vele, és aztán ő olyan lelkesen vezetett be a kutató munkába, és végül az ő szárnyai alatt kezdtem a munkámat, hogy 3 év múlva megvédtem a PhD-mat az akkori gyógyszertani intézetben, farmakológiából, és aztán mentek az évek, továbbra sem kaptam Pécsen gyerekgyógyászállást, elment 5 év, 7 év, és nagyon megtetszett ez a téma egyébként. Egyre több saját pályázatot nyertem, egyre több fiatal tudományos diákkörös hallgatót gyűjtöttem magam köré, és hát egyre jobban bővült a csapat. Pintér Erika professzorasszonyjal mostani intézetvezetőnkkel még a háttérbe. Egyre többen lettünk, és hát egyre mélyebben beleástam magam itt a kutatásba. De eltelt aztán 10 év, és még több, és aztán itt ragadtam, amit egyáltalán nem bánok most már. Tehát akkor nem volt nehéz elfogadni, hogy gyerekek helyett inkább laborokba, és kis egerekkel, meg mindenféle állatokkal próbálkozik az egyre ember. Egyre könnyebb volt elfogadni, ahogy ment az idő előre, és ahogy a munkánk eredménye minket igazolt, ahogy az én kezeim közül és kimentek a PhD-val rendelkező fiatal kutatók, ott is maradtak jó néhányan. Van, aki most a Karolinska Intézetben Svédországban évek óta nagyon szuperul megállja a helyét, van, aki az USA-ban dolgozik, van, aki pedig a mi csapatunk része maradt. Úgyhogy nekem a legeslegfontosabb talán nyilván a szakmai sikerek, elismerések és a publikációk nagyon fontosak, de talán a legfontosabb az utánpótlás nevelés és a csapatépítés. És azt hiszem, hogy ez volt az, ami engem ezen a területen tartott, és azt gondolom, hogy most már semmi sem véletlen történik, most már ez jól történt, és nagyon örülök, hogy így történt. Az utánpótlás nevelés, ha belegondol az ember, akkor egyrészt kineveli a saját konkurenciáját, tehát azért nem veszélyes ez? Vagy nem így kell felfogni? Soha nem szabad így felfogni, sikeres kutatás csak csapatmunkában végezhet az ember, és hogyha az utánpótlás is kinövi magát, soha nem konkurenciának, hanem inkább szinergista, együttműködő, pozitív erőnek kell ezt felfogni, akkor azzal a csapatunk, az a téma, amit elindítottunk, amin dolgozunk, az egyre szélesebb aspektust vehet, és egyre több eredményt produkálhat. És ezzel a nemzetközi irodalmat, a nemzetközi idézettséget csak fokozni tudja. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az iskola teremtő képesség, ez Szolcsányi akadémikus úrtól jön, és Pintér Erikától, és ezt szeretném én is átadni az én tanítványaimnak. Maga a kutatási terület az szintén a Szolcsányi professzortól jött, vagy hogy talált önre? Igen, hát professzor úr hozta a perifériás idegrendszernek, az érző idegrendszernek egy különleges részével foglalkozunk. Ez az úgynevezett
kapszaicin érzékeny. Gondolom ezt a kulcsszót már sokan hallották a pécsi farmakológiával kapcsolatban. Kapszaicin érzékeny érző idegrendszer, ami azért különleges, mert azon túl, hogy érzetet, fájdalmat közvetít, azon túl nagyon komplexen szabályozza az érválaszt és az immunválaszt különféle gyulladásos folyamatokban. Óriási terület, nagyon-nagyon szerteágazó, rengetegféle betegségben szerepet játszik, itt az idegi eredetű fájdalomtól, ami jelenleg nem megoldott a terápia tekintetében egyáltalán, a különféle gyulladásos betegségek, krónikus ízületi gyulladás, légúti gyulladás, bőrgyulladásoknak a mechanizmusában is fontos, és rengeteg aspektusból vizsgálható. Mi az utóbbi időben, ami már azért az én bővülő csapatomnak köszönhető, egyre jobban elmentünk a betegség modellek fele, tehát nem csak alapkutatást, felfedező kutatást, hanem hát ennek a célnak az érdekében betegség modellekben történő úgynevezett translációs kutatást is végzünk, ami azt jelenti, hogy próbálunk a betegeknek a mintáiból kiindulni, ezt összehasonlítani a kísérletes modellrendszereknek, az állatkísérleteknek az eredményeivel, és ebből a valódi betegségre következtetni, amit mi ott kapunk. Hogyha az ember belegondol meg, hát minden nap találkozik végül is ezzel a vegyülettel, hát hogyha szereti az erős paprikát, akkor pláne, de hát azért belegondolni, hogy ennek a vegyületnek ekkora kutatási területe lehet, ez egy kicsit egy felfoghatatlan laikusként. Hát a kapszaicin nekünk egy eszköz. Ahhoz eszköz, hogy ezt a különleges érzőideg csoportot, ami a teljes érzőideg populációnak körülbelül a fele, vagy még van olyan szervünk, ahol több is 70%-a, ezt felkitérképezhessük. Nyilvánvaló a kapszaicinből magából gyógyszer nem lesz, és amikor megesszük az csípős paprikát, akkor az főleg helyileg a gyomorbélrendszerbe hat, tehát testszerttel nem fogja izgatni az úgynevezett kapszaicin érzékeny idegvégződéseinket, de annak a feltérképezésére kiválóan alkalmas, hogy ezek milyen szerepet játszanak különféle betegségekben, illetve a kis dózisú kapszaicint egyébként most már ez is Szolcsányi professzornak a fejlesztése, a klinikai vizsgálatokban nem steroid gyulladáscsökkentőkkel közösen alkalmazzák a közeljövőben remélhetőleg, azért, hogy ezeknek a gyulladáscsökkentőknek a gyomorkárosító hatását kivédjük. Tehát a kapszaicin maga a helyi hatást fejt ki, jótékony hatást a gyomorbélrendszerbe, de igazából a mi kutatásainkban ez egy eszközként szerepel arra, hogy megállapítsuk, hogy ezek az idegvégződések milyen szerepet játszanak különféle fájdalom és gyulladás betegségekben, és ennek segítségével ezeken az idegvégződéseken olyan célmolekulákat találjunk, ami gyógyszerfejlesztési szempontból is érdekes, illetve az ezekből felszabaduló, jelátvivő anyagokon keresztül olyan mechanizmusokat térképezzünk fel, ami gyógyszerfejlesztési szempontból is érdekes. Akkor úgy foghatjuk fel, hogy a kapszaicin, olyan, mint hogyha valaki elmenne egy olyan vizsgálatra, ahol beadnak neki egy kontrasztanyagot, ami aztán majd megmutatja különböző eszközökön, hogy hol lehet a baj? Hát farmakológiai, tehát gyógyszertani szempontból igen, tehát ez egy kutatási eszköz nekünk. Egyébként a kapszaicinnek a jelfelfogó molekuláján, receptorán ható gyógyszerekre az elmúlt évtizedben, 15-20 évben a világ gyógyszergyárai hát rengeteg pénzt költöttek, több mint $1 milliárd költöttek. Sajnos magából ebből a receptoron hatószerből nem lett fájdalomcsillapító, azért, mert hőszabályozási mellékhatást eredményez, és ugye így kapcsolódik be az egyetemen futó többi kutatás is ebbe az irányba. De ezen az idegvégződésen ható másfajta célmolekulákon, illetve az idegvégződésből felszabaduló célmolekulá, vagy hát jelátvívőknek a célmolekuláin. Két olyan érdekes és izgalmas gyógyszerfejlesztési irányunk is van, amiből nyilván nem jövőre, talán hát nem is 3 év múlva, de talán majd mondjuk egy 10 éven belül akár gyógyszer is lehet. No, mik ezek? Beszéljünk erről. Ezt azért a gyógyszerfejlesztés nem úgy kell elképzelni, hogy rövid távon ebből patikába kapható gyógyszer lesz. Én számos alkalommal így a médiában és újságcikkekben szerepelte a mi kutatásunk, és akkor megkeres engem, hogy hát ők akkor hol vehetik meg ezt a gyógyszert a patikába. Ez nem így kell elképzelni, ez rengeteg munkát jelent. Először azonosítunk kulcs mediátorokat, tehát kulcs jelátvívő anyagokat, azoknak a célmolekuláit, és aztán utána ezekre a célmolekulákra irányulóan, úgynevezett racionális gyógyszerfejlesztés során tervezéssel lehet olyan gyógyszernek majd esetleg alkalmas gyógyszerjelölt vegyületeket tervezni, amik aztán majd a több éves, több évtizedes
préklinikai gyógyszertesztelés során lehetnek gyógyszerjelöltek. Na most nekünk kettő ilyen fejlesztési irányunk van. Az egyik a Semmelweis Egyetemmel közösen hát szabadalmaztatott egy enzimgátló vegyület, amire ma most egy nagy pályázatot nyertünk a Toxicop cég segítségével, 4 éves pályázatot, aminek most a felénél tartunk. Ha minden jól megy, akkor 2 év múlva már hát egészséges önkénteseknek beadható gyógyszerjelölt, akkor még mindig gyógyszerjelölt lesz a kezünkbe. Most akkor nyilván egy egyetemen nem tudunk elvinni egészen kész termékig egy gyógyszerfejlesztést, mert az nagyon sok millió dollárba kerül, de utána már talán piaci potenciállal is rendelkezik ez a vegyület, ha a kezünkben van az, hogy mi tudtuk bizonyítani préklinikai vizsgálatokkal, hogy hatásos, hogy biztonságos, és emberben is beadva a biztonságosságot egészséges önkéntesekben bizonyítani lehet. Úgy hívják, hogy fázis 1 klinikai vizsgálat, utána már nagyobb gyógyszergyárak is érdeklődhetnek, sőt, fognak is reményeink szerint érdeklődni a fejlesztés iránt, és akkor indulhat el majd a betegekben történő tesztelése. És onnantól kezdve növekednek a költségek, egy ilyen szabadalomnak, fejlesztésnek a piaci potenciálja is növekedik, de onnantól kezdve még mindig legalább 3-5 év. A legjobb esetben rengeteg buktatóval, hogy abból gyógyszer legyen valóban. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, mert egyetemből kiinduló kutatás és felfedezés vezet most oda, hogy egy GINOP pályázat keretében tulajdonképpen Európai Uniós, de állami finanszírozású pályázattal mi ezt a fejlesztést elindíthattuk, és hát most fél időben tartunk, és nagyon szorítunk, hogy ez sikeres legyen. Úgy kell elképzelni ezt a jelöltet, ami blokkolja egyes jelátvívő anyagoknak a felszabadulását? Tehát magyarul a fájdalomérzet nem jut el oda, ahova kell. Pontosan, az agyba, ugye? A fájdalomkeltő anyagok hatását és annak a továbbítódását és átvitelét a perifériás idegvégződésektől a központi idegrendszerbe is. Egyébként belegondolva, az ember annyira hozzászokott nap mint nap, hogyha fáj a feje, hogyha fáj valami, akkor bevesz egy gyógyszert, bevesz egy valamiféle olyan szintetikus anyagot, amit előállítottak többek között olyan kutatók, mint ön. Viszont azért vannak, akik folyamatos fájdalommal, nagyobb fájdalommal élnek. Ez a kutatás például, amit önök végeznek, melyiket? A hétköznapi használatot, vagy például a súlyos daganatos betegségben szenvedők kínjainak az enyhítését szolgálja. Hova tehetjük ezt? Igen, hát pontosan ez a lényeg a mi kutatásunkban, hogy az úgynevezett nociceptív fájdalmat, ami jelző jellegű fájdalom, például egy fejfájás, vagy egy kis sérülés utáni, izomhúzódás utáni fájdalom, ami néhány napig tart, klasszikusan gyulladásos mechanizmusoknak köszönhető, vagy az idegvégződések izgatásának köszönhető. Ezt lehet kezelni a forgalomban lévő szerek tömkelegével, aminek azért óriási reklámja is van, de ezek tulajdonképpen arra a két mechanizmusra épülnek, amit már több száz éve ismerünk. Az egyik az aspirin típusú fájdalomcsillapítók, ami hát rengeteg féle van. Ezek úgynevezett nem steroid gyulladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók, a másik pedig az opioid fájdalomcsillapítók. Most a nem steroidok az ilyen heveny fájdalomban tökéletesen jók, torokfájás, fejfájás, heveny ízületi fájdalom, az opioidok pedig hát a tumoros fájdalomban. Na most ami a mi munkánknak a fókuszában áll, az nem ez a fajta fájdalom, hiszen ez megoldott terápia szempontjából, hanem az a fajta krónikus fájdalom, amit úgy hívnak, hogy neuropátiás fájdalom, idegi eredetű fájdalom, amire igazából az aspirin típusú, nem steroidok nem hatnak egyáltalán, az opioidoknak nagyon korlátozott a hatása, gyakorlatilag azok is minimális hatást fejtenek ki, és csak egyfajta szűkebb spektrumában ennek a fájdalomállapotnak. Amit itt lehet használni, azok ilyen antiepileptikumok, tehát epilepszia ellenes szerek, depresszió ellenes szerek, ezeket adjuváns analgetikumoknak hívják, de ezek is jelentős részben nem hatnak a betegek jelentős százalékában, vagy hosszú távon olyan mellékhatás spektrumot jelentenek, hogy nem tolerálhatók. Ugye ez egy úgynevezett orvosi kihívás, olyan terület, angol szóval unmet medical need,
amire igenis van szükség, hogy fejlesszünk, mert hogy nincs, és nagyon nagy klinikai probléma, és mi ezt a fajta fájdalmat célozzuk meg a mi munkánkkal. Mondjuk rá példákat, milyen területen, mert most itt neuropátiás terület, az ember arra gondol, hogy például olyan idegsérüléseknél, mit tudom én, végtagvesztésnél hal az ember ilyen fantomfájdalmakról, amiktől szenved egy beteg, ott van, de hát valójában már nincs ott, csak az agyában az a terület még működik, ami aminek visszajelez az elveszett végtag, tehát ilyenekre gondol az ember, jófele járok? Igen, valami ilyesmi. Hasonló? A fantomfájdalom az egy nagyon különleges dolog, az egy kicsit más. Igen. De elsősorban a perifériás idegsérülések, lehet ez traumás idegsérülés, mondjuk egy baleset után idegkárosodás, vagy műtétek után, tehát emlőamputáció után fennmaradó karfájdalom, vagy csipőműtétek után fennmaradó csipőtáj, vagy végtagfájdalom, gerincműtéteket követően, akár hasi műtéteket, akár epehólyag eltávolítást követően, amikor már tulajdonképpen maga a műtét utáni fájdalom állapotnak nem kéne indokolni azt, hónapokkal később jelentkező fájdalmat, ami évekig tarthat, vagy állandósulhat. Ez a úgynevezett traumás neuropátiás állapot. Aztán különféle metabolikus betegségekben, ugye a leggyakoribb és legismertebb példa a cukorbetegség következtében kialakuló diabéteses neuropátia. Aztán gyógyszerek is okozhatnak neuropátiás fájdalmat, például tumorok kezelésére alkalmazott citosztatikus gyógyszerek, amik lehet, hogy a beteg meggyógyul, a tumor megoperálják, utána kap citosztatikumot profilaxisra, tehát megelőzésre, hogy ne újuljon ki a tumora, tehát a beteg meggyógyul, de a gyógyszer mellékhatásként, a tumor ellenes szer mellékhatásaként alakul ki ez az állandósult fájdalomállapot. Tehát lehet ez trauma, mechanikai károsodás, betegség, rendszerbetegség, metabolikus betegség, illetve gyógyszerek a háttérben. Hihetetlen, az ember így belegondol, atyavilág, mennyi mindentől lehetnek ilyen problémái, és hát fájdalomcsillapításról beszélünk, de nem választható el a gyulladásos folyamatoktól sem, a kettő szorosan összefügg, legalábbis az hallja az ember. Igen, ugye? Ez egy nagyon jó kérdés most, és ami folytatása is tulajdonképpen az előző válaszomnak, hogy ízületi gyulladásban, reumatoid artritis, illetve más egyéb krónikus ízületi gyulladásos állapotokban az elmúlt 10 év magára az immun folyamatokra és a gyulladásra óriási áttörést hozott. Ez nem a mi kutatási területünk, de nagyon sok olyan gyógyszert behoztak a forgalomba, ami például reumatoid artritis-es betegeknek a gyulladását nagyon szépen csökkenti. Nagyon kevés tolókocsihoz kötött beteget látunk ma már reumatoid artritis miatt, hála Istennek, köszönhetően az új terápiás megközelítésnek. De ezek a gyógyszerek a fájdalmat nem csökkentik. Tehát nagyon sok esetben van az, azért nem, mert a krónikus ízületi gyulladásban is már nem gyulladásos mechanizmus, hanem idegi mechanizmus, a késői állandósult fájdalom. Úgyhogy ez is egy olyan példa, ami neuropátiás fájdalom, és ez is egy nagy-nagy terápiás kihívás. Sokszor a betegeken nem is látunk duzzanatot, nem látjuk, hogy piros lenne a kis ízülete a kezén vagy a lábán, de a fájdalom ott van. Tehát ízületi gyulladáshoz kapcsolódó fájdalom is egy ilyen típusú idegi eredetű fájdalom. Mi lett a jövő? Tehát elképzelhet egy olyan világ, amiben a fájdalom megszűnik, úgymond? Hát ugye ez a fajta fájdalom, ez igazából egy céltalan fájdalom. Mert amikor az embernek van egy akut sérülése, és ez ott fáj, amíg gyógyul, annak megvan a célja, meg a jelző szerepe. De ez a fajta állandósult, krónikus, idegi fájdalom, ennek semmiféle jelentősége nincs, ez csak rossz. És ez a betegeknek az életminőséget jelentősen rontja, ugye munkakiesést jelent, gazdasági következménye is van, tehát nagyon komplex, nem csak orvosi, hanem társadalmi probléma. Az lenne a cél, hogy igen, ilyen fájdalom ne legyen. Tehát, hogy ezt tudjuk csökkenteni. Úgy képzeljük el például, mint ha annak idején egy bakelit lemez így felakadt, és ugyanaz, és megakad a lemez, és nem játsza tovább, és mindig jön a fájdalom ugyanígy a szervezetben? Így van, pontosan, tehát valami, hogy az idegvégződéseket állandósult aktiváció után folyamatosan stimulálja, és ez már a központi idegrendszerbe is olyan átalakulásokat okoz, ami miatt, ha már nincs is semmi a környék idegrendszerbe, akkor is a periférián már tulajdonképpen rendben van az ok, akkor is a központi idegrendszerben egy ilyen kóros feldolgozást, úgy hívják ezt, hogy szenzitizációt eredményez, aminek a következménye az állandósult fájdalom. Úgyhogy a célunk valóban az, hogy elképzelhető, reméljük elképzelhető lesz, hogy olyan gyógyszeres terápiát találunk erre, ami esetleg megakadályozza ezt teljes egészében és kiküszöböli.
Két jelöltjük van, az egyiknél már, ahogy eltetszett mondani, nagyon biztató jeleket tapasztaltak, a másiknál is hasonló a helyzet? Igen, tehát ez a projekt, amit említettem, amiben most benne vagyunk félúton pályázat keretében, ez már egy vezérmolekula, tehát itt már megvan, hogy ez a gyógyszer jelöltünk. A másik projekt az egy, hát az eddigi 25 éves kutató munkánknak a megalapozása következtében létrejött, még sokkal korábbi fázisban lévő fejlesztési projekt. Az egy ezekből a kapszaicin érzékeny ideg végződésekből felszabaduló peptid természetű átvívő molekula, ami a szomatosztatin nevű átvívő molekula, ennek az egyik célmolekulájára irányul. Ez egy olyan célmolekula, ami nem csak a fájdalomban, ez a 4-es receptora ennek a szomatosztatinnak, ami nem csak a fájdalomban játszik szerepet, hanem gyulladásos folyamatokban is, és ami nagyon érdekes, és az elmúlt néhány év a Nemzeti Agykutatási Programban végzett munkánknak az eredménye, egyik legfontosabb eredménye, hogy ennek a célmolekulának a depresszióban, stresszben és hát a szorongásban is nagyon fontos szerepe van. Tehát, hogyha ezen a célmolekulán ható vegyületeket tudunk fejleszteni, akkor az potenciálisan nem csak fájdalomcsillapítónak, hanem fájdalomcsillapítónak, antidepresszánsnak, szorongásoldónak is jó lehet, ami ugyancsak óriási áttörést jelenthet krónikus fájdalomba, hiszen krónikus fájdalommal élő betegeknél nagyon gyakran társult betegség a depresszió és a szorongás. Most ez a projekt, ez még sokkal korábbi, tehát itt van egy szabadalmunk, a budapesti Vikem Kft. Szintetizált vegyületeket, amiket a PTE-vel szabadalmaztattunk, de itt még egy vegyület csomag van. Tehát ilyenkor az első lépés a gyógyszerfejlesztésben az úgynevezett vezérmolekula kiválasztás, és annak az optimalizálása, hogy melyik lesz az ebből a vegyület csomagból, amelyik a legígéretesebb lesz, hatás, hatékonyság és hát tolerálhatóság, mellékhatásmentesség szempontjából. Úgyhogy egy másik nagy pályázat keretein belül, de itt még van sok kihívás, ugye erre forrást találni a fejlesztési oldalra. Sajnos ezen még van mit dolgoznunk, még itt nincs meg a forrás a fejlesztésre, de a kutatás tekintetében van erre is egy GINOP pályázatunk, úgyhogy ez még ahhoz, hogy oda jusson, ahol a másik projektünk van, még legalább 3-5 év szükséges, hogy kiválasszuk azt az egy optimális gyógyszerjelöltet ebből a csomagból, ami aztán mehet a préklinikai fejlesztésre. Arra gondoltam közben, hogy van egyik oldalról a fejlesztés, van egyik oldalról a molekula, illetve a megfelelő anyagok megtalálása, a másik oldalról meg van a felfedezés része, nem? Tehát, hogy azért úgy az ember úgy közben úgy rájön, hogy ez így működik, úgy működik, így tisztázódnak bizonyos folyamatok. Igen, hát tulajdonképpen sorrendileg kicsit fordítva van, mert ugye először van a felfedezés része, amit mi csinálunk, az azért alapvetően alapkutatás. Én jobban szeretem azt a szót, hogy felfedező kutatás, tehát hogy megismerjük, hogy hogyan is működik egy betegségben a mechanizmus, abban a komplexitásban mik azok a kulcs utak, amire érdemes fókuszálni, és akkor a felfedező kutatás alapján a következő lépés az alkalmazott kutatás, hogy olyan irányba történjen még mindig felfedező kutatás, ami valamire jó lehet gyakorlati szempontból. És hogyha ez megvan, és a kezünkben van ennek az eredménye, akkor erre építhető maga a fejlesztés. Ugye ezt kutatás, fejlesztés, innováció, ezt így egybe is kezeljük legtöbbször ezt a három fogalmat. Tehát hogyha megvan a fejlesztési rész, akkor a fejlesztési adatoknak az alapján a fejlesztéssel szorosan karöltve lehet innoválni, lehet az innovációs vonalon elmenni, ami nagyon sok esetben sokkal gyorsabb és könnyebb, de a gyógyszerfejlesztés szempontjából ez egy borzasztó hosszú út és nehéz. Na, amit mi csinálunk, az ez tulajdonképpen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennél izgalmasabb terület nem is létezik, mint hogy a felfedező kutatásból átemeljük az eredményeket, és hát potenciálisan az út végén valami terméket lássunk. Nagyon sok buktató van persze közben. Uh-huh. A gyógyszerjelöltnek a hatása az nyilván az első, hogy ezt bizonyítsuk, de utána főképpen a biztonságosság teljes körű igazolása, a toxikológiai vizsgálatok, azok, amik nagyon sok esetben hát a gyógyszerjelölteknek az életét elvágják egy bizonyos ponton, de azért mi reménykedünk, hogy azért dolgozunk, reménykedünk abban, hogy hát sikeres lesz ennek az útnak a vége.
Visszatérve a saját karrierjéhez, akkor ez a terület, ez a fajta kutatás, ez a speciális terület egy egész munkásságot is jelenthet, tehát ez még évekig, évtizedekig munkát ad önnek és kollégáinak is a kutató laborokban, jól értem? Ez így igaz. Tehát akkor váltani nem fog? Nem, az biztos, hogy most már nem fogok, ez azért eléggé egyértelmű lett olyan 2005 táján, de most már egészen biztosan nem, és azt gondolom, hogy nekem ez rendeltetett, és én ezt abszolút és maximálisan a hivatásomnak tartom. Azt hiszem, hogy csak úgy lehet csinálni és jól csinálni egy munkát, hogyha az ember a hivatásának tekinti, és nem munkaidőre szorítkozik ez, hanem az egész életemet átitatja mindenféle szinten. És akkor még jut ideje a mentorálásra, és mellette a fiatal kollégák tanítására, felkarolására is. Értetlen. Igen, hát az oktatás, a klasszikus egyetemi oktatás, ami a gyógyszertan oktatását illeti, az azért nagyon jó, mert egyrészt a hallgatók részéről egy azonnali visszaigazolást jelent, másrészt pedig ezekből a hallgatókból, akik ott az előadásokon és szemináriumokon találkoznak velem, vagy találkozom én velük, ő belőlük jött ki a legtöbb tehetséges fiatal munkatársam is. Vagy szemináriumi gyakorlatvezető, szeminárium vezetőjük voltam, vagy az előadásokon találkoztunk velük, úgyhogy már elkezdték ők a kutatómunkát, a legtöbbjük az egyetemi évek alatt, mint tudományos diákkörös kutató. És hogyha elkezdi harmadik-negyed éven, és rászán 2-3 évet az egyetemi éveiből, hogy ő már elkezdje a kutatást, és közben ők is tudományos diákköri konferenciákon megmérettetnek, tudja a fiatal munkatárs, hogyan kell tervezni egy kísérletet, hogyan kell annak az analízisét elvégezni, akkor már végzés után is, hogyha a kutatói pálya iránt érdeklődik, vagy ha klinikai pálya iránt érdeklődik, de úgy gondolja, hogy ő neki egy jó alapot teremt a kutatómunka, egy PhD minősítés 3-4 éves munkával, akkor az mindenféleképpen már egy óriási előny, hogy tapasztalattal jön. És én azt gondolom, hogy nekünk a sikernek az egyik kulcsa az, hogy már ezeket a fiatalokat az egyetem alatt megtaláljuk, illetve ők megtalálnak bennünket. És megtartani is meg tudják őket? Szerencsére, ahogy említettem is, sokan mentek azért el, de a legtehetségesebbek, akik maradni szeretnének, azért maradnak. És most is legalább 5-6 olyan kollega van, aki így még mindig a csoportunk része is hosszú távon tervez velünk, tehát az intézetünkben egyetemi karriert szeretne csinálni. Bár ezt a karrier szót nagyon nem szeretem, tehát egyetemi pályafutást és hivatást, oktatói-kutatói hivatást, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, szerencsére nincs gondunk utánpótlással. Tehát akkor megvan az a megfelelő közeg, akár emberi, akár tudományos közeg, amiben ezek a fiatal kutatók úgy érzik, hogy érdemes maradni Pécsen. Igen, én azt gondolom, és ezzel kapcsolatban nagyon optimista is vagyok, tehát most egy annyira pozitív érát élünk, amiben kutatási forrásunk is van, köszönhetően azért a támogatási rendszernek, megvan az infrastruktúra, köszönhetően a Szent Ágotai Kutatóközpontnak, ami ugye 12 óta egy nagyon nagy löketet adott nem csak a mi, hanem az összegyetemi kutatómunkának, és hát köszönhetően annak a légkörnek, amit mi teremtünk meg magunknak, és remélem, hogy ezt a fiatal kollégák is így gondolják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél jobb helyzetben sosem voltunk, remélem, ez sikerül megtartani, és még tovább javítani a jövőben. Hát ennek a légkörnek a kialakításáért, illetve a tudományos munkásságáért akadémiai díjban részesült nemrég. Ez még egyszer gratulálunk. Köszönöm szépen. És további sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy a vendégünk volt. Nagyon szépen köszönöm. Nézőinek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra minden jót.